azt mondja, a fék az biztos, hogy megállítsa a biciklit, ne lehessen vele azért fejreállni, a fékkart könnyen lehessen behúzni, a kis kézzel is el lehessen érni. Ez úgy van beállítva, hogy hiába van teljesen behúzva, a bicikli azért lassul, de nem fog vele fejreállni, eléri. Akkor ugye itt a láncot az teljesen védi a burkolat, akadálytlanul lehet tekerni. Az egyik egri kerékpárosbolt munkatársa, Mészáros Gábor azt mutatja, mire érdemes figyelni, amikor kerékpárt vásárolunk kisgyermeknek. A fék, a láncvédő és a pótkerekek mellett ellenőriznünk kell azt is, van-e kiálló rész a bringán, és jól van-e rögzítve a nyereg. Ezekre hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Hatóság is. Legutóbb ugyanis 5 gyerekbicikli típust vizsgáltak, és 4-nél találtak valamilyen hibát, veszélyforrást. A problémás darabokat kivonták a forgalomból, de bőven van választék a szakboltokban, áruházakban, vagy akár az interneten. Ahogyan az egri szakember mondja, ha körültekintően vásárolunk, baleseteket, sérüléseket kerülhetünk el. A legfontosabb a méret, a gyerek magasságának megfelelőt érdemes választani a biztonságos közlekedéshez. Arra figyeljünk, hogy ugyanolyan fék legyen rajta például, mint a felnőtt biciklin, amit könnyű behúzni kézzel, hatékony, és az, hogy a csapágyak rendes, golyós csapágyak legyenek, ne olyanok, amiken műanyag persélyesek, mert azok egy idővel kikopnak, aztán csak bosszúságot okoznak, meg nehéz is hajtani őket kormányozni. Ha a pótkerekek túl közel vannak a kerékhez, a bringa könnyebben eldől, erre is jó odafigyelni, teszi hozzá a szakember. A kicsiket ajánlott védőeszközökkel felszerelni, a sisak, a térd és könyökvédő akár komolyabb sérülésektől is megvédheti őket.